A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ha a szíved csordultig telt, akkor már nem beszélsz, hanem énekelsz, és ha a szíved túlcsordul, akkor már nem énekelsz, hanem táncolsz. Egy Toni Parsons idézetet hoztam erre a beszélgetésre. Vendégem Stanó Hédi, táncművész, filmrendező, etnográfus. Örülök, hogy itt van velünk. Én is örülök, köszönöm a meghívást. Annál is inkább, mert hogy az elmúlt héten sikerült megszólítanunk Lelke Jobbik felét, Székely Leventét, annál is inkább, hiszen Székesfehérvárra költöztek. Örülünk, hogy itt vannak velünk. Mi is örülünk. És fontos számunkra. No, egy olyas valakiről kell beszélnünk, aki azt hiszem, hogy példa és példakép mindenféle értelemben, táncművészként, filmrendezőként a magyar múlt megismerésért tett minden olyan pillanatért, amelyet neki köszönhetünk, önnek köszönhetünk. Evezza mélyre kezdjük talán az első pillanattól, Állami Balettintézetben végzett néptáncművészként. Egy ízig-vérig budapesti kicsi lány miként választ magának hivatást? Hát az ízig-vérig kicsi lány akkor volt 14 éves, és igazából nem én választottam a hivatást, hanem az édesanyám, aki látott egy hirdetést az újságban, és úgy döntött, hogy erre a hirdetésre azzal válaszol, hogy elmegyünk és felvételizünk a balettintézetben ketten, mert ugye szülői kísérettel kellett menni. Én előtte versenyszerűen műkorcsolyáztam, egyéni műkorcsolyázó voltam, elég jó eredményekkel, és hát közöm sok nem volt a magyar folklórhoz, meg a magyar néptánc művészethez, annyi, hogy tudtam, hogy van állami népi együttes. Egy előadásukon voltam is, és elmentünk felvételizni, 4000 valahány száz gyermek felvételizett akkor, vagyis hát ilyen tinédzser, 14 éves fiatal, és kiválasztottam a közé a 23 lány közé, akiket aztán felvettek, és mi 4 éven keresztül egy komoly képzést kaptunk az Állami Balettintézetben, de a fő irányunk, tehát a fő szakirányunk az a magyar néptánc volt. Tehát a tehetség és a szorgalom kézen fogva járt, hiszen a tehetség nyilvánvalóan 4000-ből valakit kiválasztanak, akkor az alapvetés, hogy az bizonyosan többet tud, de szerette is a néptáncot? Vagy úgy kellett megszeretnie? Talán az első pillanattól szerettem, mert hogy ma Tímár Sándor és Györgyfalvai Katalin voltak a mestereink a néptánc szakon, a néptánc főmesterek. Ugye az akkori balettintézetben, ma már táncművészeti egyetemnek hívják, az volt a szokás, hogy a tanárainkat, tehát a szakmai tanárainkat mestereknek hívtuk. És Tímár Sándor, Györgyfalvai Katalin két különböző irányt képviseltek az akkori magyar néptánc művészetben. Györgyfalvai Katalin inkább a profinak nevelést tartotta fontosnak a mi esetünkben. Tímár Sándor meg a tánc dialektusoknak a megismertetését, meg a táncnak a szeretetét gondolta a legfontosabbnak. Természetesen nagyon elkötelezettek voltak mind a ketten. Az akkori balettintézetben meg csak csodálkoztak a balettmesterek, hogy ezekből a gyerekekből nagyon rövid idő alatt milyen elkötelezett és milyen nagyon jó, ígéretes tehetségeket nevelt ki ez a két mester, és persze a balettmesterek és a többiek. Úgyhogy talán az első pillanattól, mivel hozzászoktam én ahhoz, hogy a
hogy önmagamat legyőzzem. Ugye a sport is erről szól, hogy az ember mindig kicsit megerőszakolja a saját akarat erejét, és mindig följebb strófolja azt az igényt önmagában, hogy jobb legyen. Na hát igazából ez a fajta fegyelem, amire a balettintézetben is rászorítottak, ez nekem ismerős volt. Rendkívüli méltóság és felelősség kísérte akkoriban, hiszen akkor kezdtünk el visszatérni a népművészethez, újra megismerni. Hát ugye a kellős közepén voltunk a Kádár korszaknak, bármennyire is furcsa, de akkor ez nehéz volt. Az állami népi együttesben azt hiszem, hogy kivételes lehetőség volt akkoriban táncolni, fellépni. Igen, én úgy kicsi kagyarra kerültem az állami népi együttesbe, ugyanis én nem oda akartam menni. Ugye a negyedik év végén, amikor diplomáztunk, tehát megvolt a diplomakoncertünk, akkor mindenki pályázhatott valamelyik együttesbe. Én akkor az akkori Budapest táncegyüttest azóta már beolvatta a most már Magyar Nemzeti Táncegyüttesnek hívják akkori Honvéd együttesbe, de a Budapest táncegyüttesben jelentkeztem, fel is vettek, és gyönyörű 6 évet töltöttem ott, viszont 6 év után kiderült, hogy a mesterem, Timár Sándor, ugye az egykori mesterem, az állami népi együttesnek lesz a vezetője, és nekem természetes volt, hogy én a mestert követem. Nem beszélve arról, hogy ott voltak nagyszerű bajtársaim, kortársaim, akikkel ugye válvetve jártuk a Erdélyt, meg a magyar vidéket, tehát a kis magyarországi vidéket. Ott voltak tehát olyan osztálytársaim, akikkel szívesen lettem volna együtt. Mester, osztálytársaim, tehát egyértelmű volt, hogy én átmegyek az állami népi együttesbe, az is egyértelmű volt, hogy fölvesznek, mert már addigra szóló táncos voltam a Budapest táncegyüttesben, tehát ezek így hozták magukat, ezek a dolgok, és azt hiszem, mind a kettő jó döntés volt, a Budapest táncegyütteses is, meg az állami népi együttesbe való kerülés is. Annál is inkább, mert hogy egy otthonról hazamentek, mármint Erdélybe, és az meghatározta a későbbieket, az egész életét, hiszen megismerkedett a férjével, Székely Leventével. Igen, igen. Ezt el szoktuk mesélni, hogy az ismerkedésünk nem volt felhőtlen, én mentem pont a Timár Sándorral és feleségével, Timár Böskével egy gyűjtőútra Erdélybe, és akkor a Visa nevű mezőségi faluban kötöttünk ki, ahol éppen egy bál volt, és Levente későbbi férjem volt a muzsikás, ő volt a primás, és akkor számomra eléggé nem szimpatikusan úgy döntött, hogy lehúzza a zenét pont, amikor szinte beléptünk a Visai Kultúrházba. És aztán kiderült, hogy mi volt az oka. Az volt az oka, hogy akkora por volt már, hogy muszáj volt föllocsolni a tánchelyiséget. És hát ez nekem rendkívüli módon nem tetszett, hogy micsoda ember ez, aki fogja és készít, borba vágja az én egész elképzelésemet arról, hogy én majd így gyűjteni fogom, ugye a táncot filmezni fogunk, stb. És akkor elkezdett hegedülni, miután ugye föllocsoltak, és akkor elgondolkoztam, hogy hát jó, nem is lehet ez olyan rossz ember, mert olyan gyönyörűen hegedül. És akkor aztán én már ismertem többeket onnan az erdélyi bimbózó táncházmozgalomból, mert ugye a 72-ben indult a magyar táncházmozgalom igazából, és hát ott már oszlopos tag voltam, és akkor arccal Erdély felé ugye elindultunk, és hát kiderült, hogy Erdélyben is vannak rokonlelkek, ott is elindult a táncházmozgalom, ugye Kallós Zoli bácsi vezetésével, Zoli bácsit is ismertem már akkor, és aztán így rendre alakultak a dolgok. Leventével mi egyre jobban megismertük egymást, és akkor elindult a levelezés, aztán elindult az, hogy én jártam neki udvarolni, mert ugye ő nem jöhetett Magyarországra, és ezt így idézőjelben mondom, az udvarlást. Tehát én mentem, általában összekötöttem az utakat valamilyen szakmai kihívással is, és volt, hogy együtt mentünk, aztán már egy-egy faluba, valahova vidékre, Kolozsvárról, ugye Kolozsvár volt mindig a bázis. Melyik volt az a pillanat, amikor úgy döntött, hogy tovább lép?
Tehát, hogy nem elégszik meg a szólótáncos karrierrel, hanem a népművészet egyéb ágát szeretné néprajzkutatóként továbbvinni. Most ugye egyszer anyukám volt az, aki eldöntötte az életemet azzal, hogy elvitt felvételizni. A másik pedig apukám volt, aki mindig mondta, hogy tudod, a táncos pálya az véges. Ő abszolút civil volt, tehát neki nem volt köze előadó művészethez, de mindig mondta, hogy a táncos pálya véges, öreg, így hívott, tanulni kell, tanulni kell. És akkor én ezt nagyon komolyan vettem, eléggé tiszteltem és szerettem a szüleimet, és először a jogra jelentkeztem, mert hogy oda volt magyar és történelemből felvételi, és aztán kiderült, hogy elmegyünk a Budapest Tánc Együttessel egy 3 hónapos amerikai turnéra, hát ez valahogy nem fért bele a jogi karnak a szabályozásába, vagy szabályzataiba, akkor újra indultam a jogon, és akkor egyszer csak úgy elgondolkoztam rajta, hogy de hát mit keresek én itt a jogon? Hát engem igazából a néprajz érdekel. Mert ugye a jogon is a magyar állam és jogtörténet volt az, amit a leginkább szerettem, de annak volt köze a néprajzhoz inkább. És akkor a táncolás mellett nem volt könnyű egyébként elvégezni az egyetemet, az 5 éves egyetemet, az ELT-t. Elvégeztem egyéni levelező szakon, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy bejártam a nappalisokkal, úgy, hogy már megszületett a fiam. A Magyar Művelődési Intézetben végzett munkája az nyilván megint egy következő lépcső. Tehát önnek is íve van a pályájának mindenképpen. Igen. Tehát mindenképpen hasznosítani szerette volna mindazt, amit megtanult, és az egyik oldalról gyakorlatban, a másik oldalról pedig az egyetemen. Ez egy fontos időszak volt az életében mindenképpen, hiszen csak nem 10 évig így. Párhuzamosságok voltak az életemben, igen. Amikor elvégeztem az egyetemet, tehát lediplomáztam magyar és néprajz szakon, akkor Héra Éva, aki mindig mentorom volt, egyfajta szellemi mentorom még a Kassák klubos táncházas időszakból, ő volt az osztályvezetője a Népművelési Intézetben, ott annak a résznek, ami a folklórral foglalkozott, és akkor mondta, hogy ha már úgyis elvégezted az egyetemet, akkor van itt egy megüresedő, éppen nyugdíjba ment az előző táncszakreferens asszony, megüresedő állás, és én rögtön úgy gondoltam, hogy elfogadom ezt az állást, és aztán ott dolgoztam, akkor nem olyan nagyon sokáig, mert aztán másodszor is terhes lettem, és megszületett a leányunk, és utána egyre jobban izgatott az, hogy amikor így gyűjtőutakra mentem, akkor annyi mindent láttam, amit úgy meg kéne örökíteni, gondoltam én, rögzíteni kéne, de nem csak mint gyűjtési filmet, gyűjtési anyagot, amit aztán leadunk a Zenetudományi Intézet táncosztályára, hanem hogy a széles publikum is lássa. Tehát azok az emberek, akik nem jutnak el soha azokba a falvakba, hogy nem találkoznak soha ezekkel a nagyszerű emberekkel, akikkel én találkoztam, falusi emberekkel, táncosokkal, zenészekkel, énekesekkel, és akkor gondoltam egy nagyot és merészet, és akkor hirdettek felvételt a Színház és Filmművészeti, akkor még főiskolán, és úgy gondoltam, hogy szerettem fényképezni és fotózni is, de úgy gondoltam, hogy a rendező szakot megcélzom. És így is történt. És így is gondolom, történt. Hogy ez egy nagyon-nagyon fontos lépcső, hiszen egyik oldalról gyakorlatban, másik oldalról elméletben is jószerűen mindent tudott arról, hogy egyáltalán hogy kell megmutatni a népművészetet, a népzenét, a néptáncot, tehát mindet így komplex módon. A másik oldalról pedig volt rá módja és lehetőségei. Ugyanakkor nagy kihívás lehetett Bukarestben dolgozni ebben a témakörben. Igen, hát fel is kellett függeszteni a főiskolát, viszont elfogadták a tanáraim, hogy
a bukaresti magyar adásban, ha dolgozom, akkor azt ők beszámítják nekem gyakorlatnak, és akkor tulajdonképpen ingáztam a két ország között, és hol részt vettem az elméleti órákon, hol meg Bukarestben filmeket forgattam. Nagyszerű emberekkel találkoztam, akkor Boros Zoltán volt a főszerkesztője a magyar adásnak, B. Nagy Veronika volt, aki a felesége egyébként az egyik szerkesztő, Simon Fi Katalin egy másik szerkesztő, nagyszerű emberek is voltak, és nagyszerű kollégák, és tulajdonképpen az, amit úgy gondoltam, hogy nem fog létrejönni, nem tudok tovább filmeket csinálni, az mégiscsak megvalósult, és mégiscsak át tudtam járni Bukarestből Erdélybe, méghozzá úgy, hogy filmeket tudtam forgatni. Igen, hát a diplomata férje okán egyébként ugye hát be kellett, hogy járja a világot. Ennek ellenére a szakmai pályafutása, ahogy elnéztem, a számtalan dokumentumfilm azt mondja, hogy mindennél többet mond. Erről majd nyilván beszélünk. Viszont egy 96-os pillanatra szeretném öntől megkérdezni, hogy miként élte meg, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy Csóri Sándor szerepvállalása a Duna TV megteremtésében ez egy óriási dolog volt. Nekem volt alkalmam személyesen beszélni még Zámolyon, hiszen zámolyi születésű Csóri Sándor, és azt mondta, hogy az a pillanat eldöntötte tulajdonképpen a magyar televíziózás sorsát, és hát ő szokott ilyeneket mondani, de ez valóban így történt. A Duna TV mindenek felett. Ön hogy élte meg, hiszen belsős rendezőként azért 1996-tól az egy fontos. Hát én voltam az elejétől belsős, külsős voltam, azért mondtam az előbb, hogy párhuzamosságok voltak az életemben. Hát majdnem 20 évig tulajdonképpen külsős, vagyis hogy a Duna Televíziónak dolgoztam, de az elején külsősként. Viszont hát majdnem az elejétől. Ugye az eleje az úgy indult, hogy a filmgyár területén egy néhány kis szobából, aztán kapták meg a Mészáros utcai nagyon ronda szociál iroda épületet, a Duna Televízió, és akkor már én már oda mentem, és ott dolgozhattam. Az egy fantasztikus időszak volt egyébként. Sára Sándor volt ugye az elnök egy jó darabig, és hát Sándortól rendkívül sok mindent lehetett tanulni. Ami őt jellemezte, hogy hozta a filmes szemléletet a magyar televíziózásba tulajdonképpen. Annak idején volt is egy ilyen kis ellentét a magyar televízió, tehát az MTV meg a Duna televízió között, hogy a Duna TV-sek csak filmesek, mondták az MTV-sek. És hogy mit tudnak ezek a televíziózásról? Na most kiderült, hogy hát eleget. Tehát azok az emberek, akik ott fölépítették a televíziót, egy ilyen stúdiókban dolgoztunk. Én magam is dolgoztam stúdiós rendezőként is, de elsősorban a kulturális vonalon. És Sándor például, erre mai napig büszke vagyok, Sára Sándor. Volt egy olyan óriási rendezvény a sportcsarnokban, táncos rendezvény, aminek a bevilágítását én kicsit másképp képzeltem, de a táncos főrendező, a Novák Ferenc, Novák Tata, ő úgy gondolta, hogy nem lehet előről világítani, mert hogy az a táncosokat zavarja. Na most azt tudjuk, akik is kicsit világítással foglalkozik, ugye, hogyha előről nincs egyfajta derítés szemből, akkor bizony az a televízióban utána nem ad túl szép képet. És lement a műsor, felvettük, nem tudom én, vagy öt kamerával, és akkor behívott Sára Sándor, miután látta az anyagot, hogy Hédi, maga ezt hogy képzelte? Hát mondtam neki az egésznek a hátterét. Most nem volt annyira rossz a dolog, de lehetett volna sokkal szebb is a felvétel. És akkor mondta, hogy hát még elgondolkozik azon, hogy leadjuk-e adásba. Minden esetre végig elemezte velem. Na most én nekem fiatal rendezőként az, hogy Sára Sándor leül velem, és elemzi a munkámat az ő drága idejében, mert hogy ő a Duna TV elnöke.
ez nekem egy olyan megtiszteltetés volt, hogy egész életemben emlékezni fogok rá, és büszke leszek rá. Aztán a végén mégiscsak adásba engedtem, mert aztán olyan szépen megcsináltuk igazából az anyagot mindenféle ilyen lírai betétekkel és trükkökkel, és mit tudom én, hogy végül azt mondta, hogy na, jó, mehet adásba. De az az időszak, amikor ő volt az elnök, hát az nekem egy mint a hal a vízben, úgy lubickoltam, ugyanis azt a hármasságot, amit én tudtam, ahogyan az előbb elmondta, hogy táncos voltam, néprajzos és filmes, tehát ezt így senki más nem tudta rajtam kívül. Viszont ugye negyedszázadon keresztül volt diplomata a férje. Miként tudott ön kiteljesedni emellett? Hiszen nyilvánvaló, hogy rendezőként azért vannak elképzelései, amit szeretett volna megvalósítani, és végül is sikerült is, hiszen végeláthatatlan mennyiségű, fantasztikus néprajzi film rendezője volt. Mi mindent tudott tenni, például Bukarestben erről beszéltünk, de New Yorkban, Genfben, vagy éppenséggel Tajvanon? New York nehezebb volt, ott fel is függesztettem egy időre a profi munkát. Az elején, pontosan amikor a tornyok összedőltek, ugye a szeptember 11, akkor jött ki egy stáb, egy kéttagú stáb, és akkor készítettünk erről egy dokumentum anyagot, meg szólaltattunk magyar mérnököt, aki a tervezésében benne volt a két épületnek, de azon túl nem sokat dolgoztam, viszont saját magam dolgoztam, tehát rengeteget videóztam, mikor nagy kirándulásokat tettünk a nemzeti parkokban, akkor videóztam a családot, tehát azért ott volt bennem a hiányérzet. Úgyhogy az alatt, az idő alatt egy kicsit ilyen mélyen fedettem voltam filmes, és csináltam mást, például a főkonzulátusnak az ügyintézője voltam, az úgynevezett ablakosa, aki ugye találkozik azokkal az ügyfelekkel, akiknek valamilyen konzuli problémájuk, konzuli esetük van. És néha úgy gondolkoztam, hogyha nem lettek volna ennyire erősen szabályozva az úgynevezett személyiségi jogok ott Amerikában, akkor óriási lett volna mögém letenni egy kamerát, leszúrni, ahogy mondani szoktuk. És azok a beszélgetések, amiket én folytattam időnként az ügyfelekkel, azok tényleg egy komoly dokumentum filmsorozatot kitettek volna, de hát ugye ezt nem lehetett megcsinálni, ezt maximum majd a memoárjaimban fogom leírni, ha egyszer lesz olyan. Úgyhogy ott az volt, viszont aztán Svájcban, amikor kint voltunk, akkor Genfben, akkor ott elég jól tudtam sáfárkodni az időmmel, és jártam haza dolgozni, tehát ott előre tudtam sűríteni a feladataimat, és tulajdonképpen hát Tajvanon megint egy kicsit ilyen parkolópályán voltam. Arra is megint büszke vagyok, azt tudni kell, hogy 8 évig készítettem az Élő Népzene című műsort a kollégáimmal, ami nagy dolog, 8 évig egy műsor megy, az egy óriási dolog. Kapdebó Katalin volt a vágó, akivel hát életem nagy élménye volt dolgozni, 8 évig ráadásul. Ő egyébként nagy játékfilmeket vágott Sára Sándorral, Makk Károllyal, és így tovább. Én mindig is izgalmasabbnak tartottam a dokumentumfilmezést, mégpedig azért, mert nekem az emberi sorsok sokkal érdekesebbek voltak, mint egy-egy játékfilmnek, mondjuk a forgatókönyv, amit valaki kitalál, megírja, és akkor az úgy van. Az emberek, akár az önnel való beszélgetés, egy arcnak a térképe, az szerintem sokkal izgalmasabb. Igen, hát a fekete-piros tánctól a magyar csárdásig, ha úgy tetszik, igen, és pont a múltkor, meg annyi csoda. Múltkor gondoltam, hogy még olyanokat is rám bíztak, aztán Cselényi László elnöksége alatt, ugye később több más elnök után ő volt hosszabb ideig a Duna TV elnöke, például a 7 kamerás balett előadás felvételek az operában és hasonlók. Tehát azért ezek nagy dolgok, így az ember visszanéz a pályájára, akkor meg annyi ajándék, és meg annyi olyan ember,
aki majd aztán válaszolok arra is, amit kérdezett, igen. De közben eszembe jutott, hogy meg annyi olyan emberrel találkoztam az életem folyamán, akik meglehetősen önzetlenül segítettek a szakmáimban, a pályáimon. Például ilyen volt mai napig dr. Bugya Sándor, producer-rendező, akivel szintén a Duna Televízióból datálódik az ismerettségünk és a szakmai kapcsolatunk. A Duna Táj Alapítvány, amelyik szintén egy ilyen nagyszerű társaság volt. Szóval olyan emberekkel találkoztam, akik a fiatal, mondanám úgy, hogy ígéretes tehetséget, mint rendezőt segítették, őzetlenül. És ez azért nagy szerencse. Visszatérve a kiküldetésekre, hát természetesen mindannyiszor ugye átvette a szakmának az elsőbségét, fontosságát. A fontossági sorrend átrendeződött az életemben. Ugye olyankor, amikor így váltunk, nem mondom, hogy hazát, de ugye a kiküldetésben mégis egy kicsit valahol az ember elkezd idomulni ahhoz az országhoz, ahova kiküldik. Ugye az elsődleges szempont az, hogy Magyarország arcai vagyunk. Mi ezt nagyon komolyan vettük a férjemmel. Mi mindig a legjobbat akartuk mutatni az országunkról, és természetesen magunkon keresztül tudtuk ezt. Tehát a cselekedeteinkkel, az attitűdünkkel, az országnak a képviselete az mindig a legeslegfontosabb volt, a család. Ilyenkor mindig a család került előtérbe természetesen. Beszéljünk egy kicsit a hagyományok házáról. Azt hiszem, hogy az egy fontos lépcső volt az életében mindenképpen, jelenleg is. Igen, igen. Amikor visszatértünk a New York-i kiküldetésből, akkor Kelemen László, aki akkor a hagyományok háza főigazgatója volt, ő úgy gondolta, hogy én alkalmas leszek arra, hogy az akkori táncosztályt vezessem. Azóta más lett a hagyományok háza szerkezete már, de akkor a táncosztály élére hívott meg, és az egy nagyon szép időszak volt. És tulajdonképpen az ott töltött két vagy három év után igazoltam véglegesen a Duna TV-be, tehát akkor addig külső rendezőként működtem, de a hagyományok házában töltött évek, és aztán megint visszatértem a hagyományok házába. Ezen viccelődtünk, hogy én vagyok az, aki a legtöbbször visszatérek az épületbe, bizonyos időszakokat kihagyva. Hát ez egy nagyon nagyszerű intézménynek indult, méghozzá a Sebő Ferencnek az alapgondolata alapján, és akkor Kelemen László, aki szintén erdélyi zenész ismerős volt, még Erdélyből ismertük. A Lacinak a főigazgatósága alatt teljesedett ki tulajdonképpen, és meg annyi szép feladatot kaptam ott is. Például filmezhettem is, és mai napig az UNESCO szellemi örökség listájára felterjesztendő anyagokhoz ilyen meghívásos alapon én készítem a 10 perces filmeket. Csodafilmek. A idő hiányában nem tudom felsorolni, de én azt gondolom, hogy 1996-tól, ahogy mondtam a végén, itt az átjáró rendező az ugye 2018-ban volt, de 2019-ben a Magyar Csárdás, tehát Kismillió Portré, dokumentumfilm, amelyet rendezőként, illetve forgatókönyvíróként is jegyez. És most pedig immáron, ahogy keretbe zárva a történetet, székesfehérváriként köszönhetjük. Székely Leventével, a férjével már beszélgettünk, és a nézők tudják, hogy miért is. De miként éli ezt meg egy édesanyja? Boldogan. Boldogan, mert hogy közelebb vagyok a gyermekeimhez, az unokámhoz. És hát ennél nagyobb ajándék az embernek talán nem is kell, biztos kiderült talán a férjemvel való beszélgetésből is, hogy nekünk a család nagyon fontos volt mindig. Az összetartás, ez a kicsi család is, a mi mikroközösségünk, meg a nagyobb is. Nekem meghalt sajnos a nővérem, meg a sógorom jó pár évvel ezelőtt, az ő gyerekeik az én keresztlányaim.
és a keresztlányaimmal mai napig összejárunk. Még él anyukám, aki 98 éves, és nekünk ezek a családi együttlétek nagyon-nagyon fontosak. És nekem személy szerint is nagyon fontos. Én azt is egy óriási szerencsének érzem, hogy megtaláltam a társamat. Mi 41 éve élünk együtt boldogságban, azt gondolom. Apró nézeteltérések vannak, főleg szakmaiak. Mikor két erős egyéniség összekerül, ez óhatatlan, elkerülhetetlen. De büszke vagyok a gyerekeimre, akik megállták a helyüket, a fiunk Amerikában például. Tényleg 20 évig ott élt, és elérte önmagától, anyagi támogatás nélkül, a mi támogatásunk nélkül önmagától ment fölfelé a szakmai ranglétrán. A lányom anya már, ugye ez is egy nagy dolog, ezt kívántam mindig, hogy ha lányom születik, vagy fiam, vagy mind a kettő, akkor legyenek szülők. Ez is megtörtént. És hát az ember így ennyi idősen, ugye én már 65 vagyok, ennyi idősen mit kívánhat? Tehát ez a teljesség. Ez amikor a család is rendben van, meg a szakmai életrajzban, és sok mindent kipipálhatok, és sok élményt kaptam az élettől. De előbb kimondta azt a szót, amit én is szerettem volna mondani, hogy igen, ajándék. Ajándék az önök jelenléte itt Székesfehérváron, és hát köszönöm a sorsnak, hogy megajándékozott azzal, hogy beszélgethettem önökkel, és én bízom benne, hogy ugye beszélgettünk itt már arról, hogy Székesfehérvárnak mennyire színes, változatos a kulturális élete, hogy akkor fogunk találkozni, ha úgy tetszik, hétről hétre, ha majd kinyílik a világ ismét itthon is. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én is köszönöm. Kedves nézőink, egy újabb beszélgetést láthattak. Az elmúlt héten Székely Levente volt a vendégem, most pedig Stanó Hédi, az ő felesége, aki nagyon sokat tehet azért, hogy a közeljövőben egy kicsit másként is megismerkedhessünk dokumentumfilmekkel, néprajzzal. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.